Több fontos útszakasz felújítása indult el a héten a térségben. 3 milliárdos amerikai befektetés az egykori laktanyában Boldogon. Új mentőautót adtak át 60-ban. Jó estét kívánok! A HOTV híradóját látják, én Szabó Dénes vagyok. Elindultak az útfelújítások a héten, Hevesen, Apcon vagy Adácson is dolgoznak a gépek. Az egyik legnagyobb projekt Ludastól egészen Kisköréig tart, ennek első szakaszába kezdtek bele Heves belterületén. Hevesen kezdték meg a belterületen az autópályától Ludastól Kisköréig tartó útszakasz teljes felújítását több szakaszban. Mint Szabó Zsolt államtitkár a helyszínen megvilágította, értelemszerűen egyelőre ott nem építenek utat, ahová a már megnyert szennyvízberuházás elkezdésére várnak. Ilyen település Nagyfüggöny, Tarnamére vagy Bocsonát, és persze ott sem állnak neki a munkának, ahol már korábban megújult az aszfalt. Például Kisköre előtt, miközben Kiskörénél a Tisza híd is megújul. Kifejtette, Hevesen az utak kérdése volt az egyik leghangsúlyosabb téma, amikor országgyűlési képviselő lett a városnak, és nagy eredmény, hogy a 31-es út felújítása után most egy másik főközlekedési út is megújul, amely a települést keresztezi. Magát a munkafolyamatot teljes egészében magyar forrásból a Magyar Közút fogja végrehajtani. A munka elkezdődött, az első gépek itt vannak, és innentől kezdve nincs megállás. Jövő héten már marni fogunk, a marással innen fogunk indulni a körforgalomtól, majd a következő hét elejétől indul az aszfaltozás. Mint elmondta, a térség számos útján ezekben a napokban ugyancsak felvonultak már a munkagépek, így Apc és Rózsaszentmárton között, Szűcsiben két helyszínen, Adács központjában, illetve Gyöngyöspatai Szűcsi között. De új aszfaltot kap a Lőrinci-Heréd útszakasz, Csány belterületi útszakasza, a Kerekharaszt-Fenyőharaszt 3-as út összekötő, a Sejb-Zagyvaszántó között kimaradt 2 km is. Tervben van ezentúl a Nagyrédei bekötőút, a Pécs-Tarna-Szent Miklós út, a Boldog belterületi egyik szakasz. Összesen 35 km kimaradt út van még, amit eddig nem újítottak fel, erre a mértékre többnyire meg is van már a forrás, amelyikre pedig nincs arra folyamatosan keresik, húzta alá Szabó Zsolt. Svejtszer Sándor Heves első ember a sajtótájékoztatón megemlítette, hogy Hevesen a felújítandó szakasz része a Gyöngyösi út az egyik legforgalmasabb főközlekedési útvonal. Hevesiek ezt sokan használják, itt óvoda, bölcsöde, vízmű, temető és ugye a Jakfelde kifelé a mezőgazdasági feldolgozók felé, ugye itt járnak ki az emberek. Nagyon rossz állapotban van, nagyon sok megkeresést kaptunk már, miután ugye nem az önkormányzati, a Magyar Közút kezelésében van. A lakosokat már idejében kiértesítették, hogy milyen korlátozásokra kell számítani az útépítés során a környéken, fejtette ki Heves polgármestere. Az egész régió legnagyobb naperőmű parkja épül Boldogon. A volt laktanyát letúrják, helyébe 3 milliárdos amerikai befektetéssel 40 ezer napelemet szerelnek fel, 10 új tartós munkahelyet teremtve, és az önkormányzatnak is erősítik az adóerő képességét. Kevesen gondolhatták volna évtizedekkel ezelőtt, hogy a boldogi laktanyát egyszer a földdel teszik egyenlővé, és egy gigantikus napelem formán változtatják a területet. Pedig éppen így történik hamarosan, a gépek már a fákat nyűvik, de lebontják a bunkereket, az épületeket is, hogy átadják a helyüket nagyjából 7,5 megawattnyi ultramodern szolaregységnek. Ez darabban sem kevés, 40 ezer darab, 40 kamionnyi, hát még területben 15 hektár. Dr. Keresztes Attila a napelemparkok előkészítését hazai és külföldi befektetők számára is végző AstraSun cég vezetője elárulta a HOTV-nek. Boldogon amerikaiak építenek, az ottani tőzsdén is jegyzett, a világban több ezer parkot működtető Reneszóla számára készítik elő épp a terepet. Egy ilyen 7,5 megawattos erőmű 3-3,5 milliárd tőkét igényel, ez ugye egy-egyben külföldi befektetői tőke, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak ebben, hanem a többi projektben is folyamatosan áramlik a pénz, tehát egy nagyon vonzó, sőt azt lehet mondani, hogy Európában a legvonzóbb befektetési célpont most Magyarország a naperőművek piacán. Szabó Zsolt államtitkár a boldogi projekt kapcsán emlékeztetett, hogy a térség számos településen épülnek, vagy vannak tervezés alatt napelemparkok magánbefektetők vagy állami beruházás által. Rózsaszentmártonban már a harmadikat készítik elő, a minap Tenken avattak egyet, a szomszéd településen Erdőtelken az SBS Kft. Épített egyet magának. Kiskörén 60-ban Csányon is megjelent a napenergia gondolkodás, a boldogi pedig a régió egyik legnagyobb ilyen fejlesztése. A napelemek a korábbi időszakban kevésbé voltak preferáltak,
az össz megújuló energián belül a napelemek aránya ilyen 1% körül mozgott. Mind a lakosság által a családi házakra, ingatlanokra telepített napelemek száma megnőtt, mint pedig a napelem parkok látványos fejlődésnek indultak. Ez részben az Európai Unió által is preferált támogatásnak köszönhető, megújuló támogatásnak, részben pedig a magyar kormány gondolkodásmódjának. Szabó Zsolt aláhúzta, megújuló energia arányban az EU-n belül 2020-ra hazánk 14,65%-ot vállalt be, ezt már is elértük. Lackó Roland boldogi polgármester pedig elmondása szerint annak körül, hogy 20-25 évre 10 főnek helyben stabil munkahelye lesz. Nő a helyi adóbevétel és az elhanyagolt területnek végre nem csak gazdája, de új látványos célja is találtatott. Nagy beruházás a településnek is. Meg kell mondanunk őszintén, hogy iparűzés adóban is jelentős lesz majd, illetve ahogy a ügyvezető igazgatóval beszéltem, helyi embereknek is ad majd munkát, ami nem egy utolsó szempont a mai világban. A laktanya tehát a múlté, és jöhet a jövő a napelem park. Az országos mentőszolgálatnál az elmúlt években jelentős fejlesztések valósultak meg. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma arra törekszik, hogy folyamatosan javuljanak a mentőszolgálat dolgozóinak munkafeltételei, növekedjen anyagi és erkölcsi megbecsülésük. Az országos mentőszolgálatnak kormányzati forrásból 193 új mentőautó beszerzésére nyílt lehetősége, melyek folyamatosan érkeznek és állnak szolgálatban mentőállomásokon. Az új, korszerű mentőautók egyike Heves megyében 60 mentőállomáson fog szolgálatot teljesíteni. Nem mindenki tudja, az országos mentőszolgálat ebben az évben a 70. születésnapját. Magyarország legnagyobb egészségügyi intézményeként egy nagy és büszke szervezet vagyunk. Európában is egyedülálló az a mentés, amit Magyarországon végzünk. Ez a fejlesztés, ami a mentőszolgálat mindig is élen járt, mindig is innováltunk, már 70 évvel ezelőtt is. Ennek láthatjuk most egy példáját, hiszen abból a tavaly évben vásárolt 193 mentőautóból, esett rohamkocsinkból érkezett ide 60-ba az egyik, amely kormányzati forrásból valósult meg. Nem állunk meg, ezen az úton haladunk tovább. A gépjármű fejlesztés mellett az eszközfejlesztést is prioritásként tekintjük. Így a tavaly 1,3 milliárd forintot a kormány idén 1,9 milliárd forinttal egészítette ki, amelyből megújítjuk a teljes mentéstechnikai eszközparkunkat, és így a 60-i lakosok és 60-i bajtársaink is még jobb, még modernebb orvostechnikai mentéstechnikai eszközökkel fognak gazdagodni. Dr. Csató Gábor, az országos mentőszolgálat főigazgatója megköszönte a 60-i kollégák munkáját, akik között egy női mentőápolót is köszönthetett. Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője elmondta nekünk, hogy a kormány célul tűzte ki az egészségügy teljes eszközfejlesztését, ennek egyik eredménye ez a most átadott mentőautó. Biztonságosabb lesz a betegellátás, biztonságosabb lesz a 60-an és környékén lévőknek a gyors szállítása, és hát modern autóról van szó, ne felejtsük el, ilyenkor ez felszerelésben is óriás előrépés. Talán még annyit szeretnék elmondani, hogy az új mentőautó következő lépéseként egy mentőállomásnak a tervezése indult meg, amelyik a kórház területén lesz bent. Önálló egységként fog ez a mentőállomás működni, természetesen önálló irányítással, illetve az országos mentőszolgálathoz tartozik továbbra is, azonban harmóniába tud együtt dolgozni a 60-i kórházzal, az ottani egészségügyi dolgozókkal. Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy még 10 évvel ezelőtt is milyen állapotú mentőkocsik voltak forgalomban, így ezzel az új autóval és a hamarosan a kórházba költöző új mentőállomással a fejlődés vitathatatlan. A nyugdíjas szövetkezetek segítségével 8-12 ezer nyugdíjas korú dolgozó tért vissza a munkaerőpiacra, és számuk további 30 ezerrel bővíthető, mondta Szatmári Kristóf, a Fidesz országgyűlési képviselője, olvasható az MTI-n. A politikus hozzátette, már körülbelül 1000 olyan cég van, amelynek szüksége van erre a típusú foglalkoztatásra, és már 3-5 milliárd forint értékű szerződés állomány köthető a nyugdíjas szövetkezetekhez. Ha Magyarország biztonságos ország marad, a turizmus elmúlt években tapasztalt növekedése nem áll meg, mondta a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója egy sajtótájékoztatón. Guller Zoltán kifejtette, mivel a turizmus a GDP jelentős részét adja és sok embernek biztosít munkát, nagy figyelmet kell fordítani erre a szektorra. A turizmus teljesítménye 2010 óta folyamatosan nő, 2017 rekordév volt az ágazatban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss híreinket keressék a 60online.hu-n, viszontlátásra!
Pénteken hajnalban helyenként még eshet, foltokban pára, köd alakulhat ki. Délután számítani kell záporokra, szombaton sokfelé várható csapadék, húsvét vasárnapra egy hideg front hozhat további esőt, záporokat.